Mivel a nyíregyháziak eleve az esélytelenek nyugalmával utaztak a tavalyi bronzérmeshez, a sérült Szlovenszky Tibor mellett három alapember is itthon maradt, játéklehetőséget biztosítva a máskor kevesebb szerephez jutó tekézőknek. A vendégek gyakorlásként tekintettek a találkozóra, a cél az volt, hogy részsikereket elérve készüljenek azokra a meccsekre, amelyeken majd lesz esélyük a győzelemre. Már az magában egy nagyon nagy dolog, hogy több válogatott, illetve több világbajnok mellett guríthattunk, láthattuk őket, hogy hogyan dobják meg egyes állásokat, és voltak részsikereink, hogy ellenük még meddig bírtuk a harcot. Végül is a belső szettek tekintetében 2,5 belső szettet szereztünk, és a legnagyobb meglepetésre épp a Szlovenszky Attila egy Vörös Milán ellen szerzett 2 szettpontot, és az utolsó szettjét sikeresen vette volna, akár még egy csapatpontot is elhozhatott volna, míg mellett a Magyarorsi Péter a válogatott Brancsek Jancsi ellen csinált pontot, úgyhogy mindenképpen már ezek az apró kis pillanatok is jó dolgok voltak számunkra, és ami a legfontosabb, hogy a Magyarorsi Péter is most már eredményileg is feljövőben van, jó magamnak is megint 580 fát sikerült teljesíteni, és ahogy jeleztük, a többieknek mindenképpen egy jó edzés lehetőség volt. A nyíregyháziak szombaton azt a Szegedet fogadják, ami az elmúlt évek nemzetközi szinten is meghatározó csapatának számít a sportágban. Biztos vagyok benne, hogy a Szeged a legjobb csapatával érkezik, ugyanis egy-két héten belül következik számukra az Európa Kupa, úgyhogy mindenképpen számukra a felpörgés jegyében fog telni ez a mérkőzés is. Most végre hazai pályán először ebbe a szezonban megmutathatjuk, hogy igazából mit tudunk versenykörülmények között. Bízunk benne, hogy a legjobb összeállításból lépünk dobóállásba. Jelen pillanatban erre minden esélyünk megvan. Minden játékosunknak sikerült úgy a munkahelyi elfoglaltságait irányítani, hogy valóban itt legyen ezen a mérkőzésen. Sajnos a Szlovenszky Tibor nélkül kell dobóállásba lépnünk, és nagyon bízom benne, hogy nem 8-0 lesz a végeredmény, bár könnyen benne van a pakliban, ugyanis azért a Szeged nem nyerte meg a bajnokságot a tavalyi szezonban, az utolsó mérkőzését bukta el Zalaegerszegen, de mindenképpen egy igen erős Szeged jön ide Nyíregyházára, és több külföldi játékost igazolt erre a szezonra is, úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem lesz könnyű feladatunk a csapatpontok tekintetében sem. Három fordulót követően a Répcelak, a Szeged, az Alegerszeg és a Győr 100%-os a Szuperligában. A nyíregyházi Tekeklub eddigi két mérkőzésén még nem szerzett pontot.